Megkezdődött a Paragvári utca felújítása, a Deák Ferenc utcai csomóponttól az Uzsoki utcáig 1230 méter hosszan dolgozik a kivitelező, a szegélyek cseréjével kezdik a munkát, majd lemarják a felső 4-5 cm-es kopóréteget az úttestről, és újra aszfaltozzák. Ahol a burkolat nagyon megsüllyedt, repedezett, teljes pályaszerkezet is épül. Szintbe hozzák a csatorna fedlapokat, és új víznyelőket építenek be. A korlátozó táblákat már kihelyezték, 40 km/h lehet a Paragvári utcán haladni, a felújítás idején útszűkületre, félpályás útlezárásra, jelzőrös forgalomirányításra kell számítani. A marás és az aszfaltozás alatt 2-2 napra szakaszosan teljes lezárás is lesz. Jövő héten a Magyar László utca felújítása is elindul, itt teljes pályaszerkezet cserét végeznek, és a Nádasdy utcában is megkezdődik a munka, ahol hasonló technológiával dolgoznak majd, mint a Paragvárin.